Zsír. Na, mehet is az SF, amúgy. Üdvözlök mindenkit, aki esetleg a VOD csatornát nézi. Sziasztok! Írjátok le, hogy hány órakor nézitek éppen az SF VOD-ot. Köszi. Na, egy kicsit, még mielőtt elkezdek bármit, szeretnék magyarázni a karaktereimről. Szóval, három karaktert láttok jelenleg, és a harmadik a Speed Server. Ez nem véletlen. Négy karakterem volt, amikor elkezdtem a Speed Servert, a Speed Zero volt az ötödik. Időközben, így a Speed Zero közepénél, abba hagytam az S20-at, ki is töröltem a karaktert, és ezen a héten pedig a V50-emet is töröltem. Szóval a Speed Server bezártával kettő karakterem marad. Ez elsőnek furcsa lehet, hogy ezt miért hoztam meg ezt a döntést. Egyetlen egy mondatból össze tudom foglalni, élvezni szeretném a játékot, és nem csak végig kattintgatni. Négy karakter esetében, ha minden nap figyel az ember rá, az nagyon megterhelő, és négy karakterre nem tudsz úgy figyelni, hogy közben még élvezed is a játékot. Szóval nem tűnt el, csak nem tölti be ilyenkor rendesen a custom portrait, de majd ha belépek, akkor majd mutatja. De lényeg a lényeg, hogy a Speed Zero után már csak két karakterem lesz, ez az S6-os főmágusom és a V46-os háborgum. V50-en felderítőm volt, és S20-on volt még egy háborgom. Ugye azt a négy karaktert már soknak éreztem, a Speed Zero-val együtt ugye ötnek. Ezért úgy voltam vele, hogy a háborgót szeretném abba hagyni, mert már amúgy is van egy háborgom, meg az S20-at én nem igazán éltem annyira. Egyébként a C az jó volt, tehát azt éltem, az király volt. És talán hoztam még egy döntést, mert igazából rájöttem arra, hogy a két karakteremen kívül van egy karakter, amit nem élvezek, ez pedig a V50 volt. Tehát ezt a két karakteremet iszonyatosan imádom játszani. Tehát a mágust, meg a háborgót én nagyon szeretem, de a V50-nél nem volt meg ugyanez az érzés. Nem volt meg az érzés, hogy annyira élvezetesen játszottam volna a szervert, mint ezt a kettőt. És igazából nem akartam, hogy ennek hatására élvezzem kevésbé a játékot, ezért a V50-től is megváltam. Az, hogy miért pont az egyik két legaktívabb szerverről töröltem a karaktert, nálam nem befolyásoló tényező, hogy mennyire aktív a szerver. Nekem az befolyásoló tényező, hogy a céhen belül mennyire aktívak az emberek. Csak az a baj, tudjátok, hogy ha már itt van egy kettő nagyobb karakter, aminek megvan a haladása, a másik két karakter nekem nem fog újat nyújtani. Attól függetlenül, hogy egy aktív szerverről van szó. Meg például a V50-es karakternél nem magyar volt a C. Nem volt annyira közeli élmény számomra, mint például a V46-on lévő magyar C. Szóval ezért hagytam meg ezt a két karaktert. Ezeket nem akarom törölni, tehát ezeket tolni akarom ugyanúgy, új szerveren, csak akkor akarok majd részt venni, hogyha majd lesz olyan különleges szerver, mint például a Speed Zero. Reméljük, hogy jobb szerver is lesz majd, mint a Speed Server, de mai nap ezen fogunk játszani, mert két nap múlva megszűnik a Zero, illetve el szeretném mondani az élményemet, a tapasztalataimat, és azt, hogy hogyan haladtam ebben a 30 napban, meg hogy meddig játszottam aktívan esetleg a szerverem. Ja. Meg nem akartam szopni a kedvencekkel, meg az Arena Managerrel, ez van, amit Atesz is ír, hogy attól függetlenül, hogy vannak karaktereid, vannak bizonyos pontok a játékban, ahol már tényleg figyelni kell a kedvenceknél, az erődnél, tehát a három óránkénti támadásnál, hogy aktív legyél az erődnél, stb. Ez sok karakternél kibaszott demotiváló, az, hogy te letold az egyik karakter, második, harmadik, itt meg már csak az egyik karakternél kell csak figyelnem 3 óránként, mert itt gyakorlatilag, ha be tudok valakit támadni, akkor tök jól jön ki, tehát nem kell kihasználni egyesével a 42 katonámat, vagy nem tudom mennyi van összesen. Meg előre is gondolkoztam, ezt csak zárásképpen akarom mondani, előre is gondolkoztam, mert ha például tegyük fel, hogy lesz legendás kazamata, vagy most a Black Friday, stb., ez sok karakternél nagyon drága. Mert attól például, hogy támogatott karaktereim vannak, én is költök a játékra ettől függetlenül, és kurva költséges. És leginkább olyan karaktereknél szeretném ezeket kihasználni, ahol van is értelme. Mert az, hogy a V50-nél nem tudtam fegyvert szerezni, az nekem egy hatalmas bukópont volt a legendás itemek, vagy a legendás köveknek a kiszedésénél. Tehát egy item négy darab opciót tudott volna adni nekem, viszont V50-en nem tudtam kiszedni a fegyvert. És ez egy hatalmas buktatópont volt ilyen szempontból. Szóval ezért váltam meg a V50-től is, de ez a két karakter marad. Lehet, hogy kevésbé lesznek izgalmasak az SF játszások, de ugyanakkor legalább látjátok a nagyobb haladást is, nagyobb szintű karaktereknél. És például a háborgóban van még rengeteg effort, amit lehet majd tolni, meg illetve a mágusnál is, csak nehezebb kazamatákat lehet majd beverni, de számomra nagyobb izgalommal fog majd elönteni, vagy nagyobb izgalmam lesz majd akkor, amikor például árnyvilágba beverek a mágusnál egy kazamatát, mint sem, hogy letudok már olyanokat, amiket már amúgy is levertem, csak másik karakternél. Szóval ezért döntöttem így. Őszintén szólva, hogyha bárkit érdekel, és
És úgy, még egyszer mondom, úgy szerver csak akkor szeretnénk majd, hogyha majd különleges szerver lesz, mint például egy speedzero, vagy tököm tudja. De a legakazdikat is majd élvezettel fogom majd tudni csinálni, mert csak két karakternél kell figyelni, és nem majd négy karakternél kell figyelni a legakazdit, mert én ezt egyedül nem tudom majd csinálni, valószínűleg. Na de ennyi, ezt akartam pofázni. Ki is szállott közben a szám. Láma, köszi a 100 bitet közben, nagyon szépen köszönöm. Köszi Spawn a klippet. Köszönöm szépen a klippet, amit elküldtél. Köszönöm szépen. Na mindegy, de remélem egyébként mindenki számára tiszta ez. Én úgy gondolom, hogy szerintem jó döntést hoztam, meg egyébként, amikor kitöröltem a V50-et, nekem egy nagyon jó érzéssel töltött el, hogy most már csak két karakterekkel figyelnem, de azt sem csak végig kattintgatom, hanem élvezni fogom, miközben játszani fogok a karakterekkel. És a Shakespeare Fidget élvezetét nem szeretném, hogy nálam lelaposodjon. Mert nem csak az együttműködés miatt szeretném ezt játszani, hanem amiatt is, hogy élvezem a játékot. És ha ez csak két karakter fog majd jelenteni, akkor én két karakterrel fogom élvezni a játékot. Bőven elegendő. Bőven elegendő ráadásul. Na, de speedzeron fogunk játszani, csak gyorsan végignézem, hogy C-heket elfogadtam, a C-csatákat, meg ilyenek. Ezeket gyorsan megnézem. Aztán mondok pár infót, hogy mi történt most, mi fog majd történni, meg ilyenek. Meg miket fogok majd én adni nektek. Igazából. De speedzero lesz a mai contentnek a lényege. Őszintén szólva. Egy pillanatot kérek. Ezt jól fogalmaztam meg egyébként. Nem. Így fontosabb. Imádok, kedves. Na, itt vagyok, srácok, bocsász. Jó ganyi játék, de csak kisköveket adott. Igen, szóval beszélünk egy picit a dolgokról, hogy mi van most a speed serveren, én hogy elvesztem a speed servert, meg milyen események vannak. Na, szóval jelenleg Black Friday van, ahol 33%-kal több gombát tudtok venni, hogyha vásároltok gombát. Ez kurva jó. Ez mindenkinek jó tudsz, szerintem, aki szeret gombát venni. Aki viszont nem szeret gombát venni, azoknak is van egy jó opciójuk. Jelenleg csak fekete és legendás köveket ad a játék. Ezt kis szinten érdemes kihasználni, illetve speed serveren is érdemes kihasználni, ugyanis a kiszolgáló nem elérhető! Ez az! A jó öreg speed server! Én mondtam, hogy el fogom mesélni az élményeimet a speed serverrel kapcsolatban, bár nem biztos, hogy túlságosan pozitív lesz. Kurvára nem lesz pozitív. Eszem. Édes Istenem. Áj! Hát ez haláli kajak. V50-et odaadhattam volna Jenőnek? Nem biztos, hogy a playa engedte volna. Mert az hozzám van kötve az a karakter. Meg neki is elég azok a karakterek, amivel ő játszik. Jaj, jó, akkor miközben várjuk, hogy a speed server jó legyen, addig elmesélem a speed serveren lévő tapasztalataimat. Hát fel tudok sorolni körülbelül 10 dolgot, és ebből talán egy fél olyan dolgot, ami pozitív. Szóval, ez a speed server nem volt jó. Amilyen jól elindították ezt a speed servert, az első előregisztrációt valaha amúgy böngészőn meg lehetett oldani, lehetett gombát feltölteni, ez semmi másra nem volt jó, csak is arra, hogy a playa több pénzt tudjon magának szedni. De még így sem tudott elegendőt szerintem, mert azok, akiknek meg tényleg jó lett volna a speed server, azok nem regisztráltak, vagy nem folytatták, mert már az első nap nem volt jó a szerver.
bugos volt, mint az állat, sajnos, és ez köszönhető annak, mert új szervermotort kapott, ugye, a Speed Server, ugye teszt gyanánt. Csak az a baj, hogy pont olyan szerverrel tesztelték amúgy a szervermotort, amivel épp hogy nem kellett volna. Mert hogyha egy állandó szerverrel csinálták volna, az kevésbé lett volna veszteségesebb, mint a Speed Server. Mert hogy ugyanolyan gyors lett volna, mint az eddigi szerverek, ahol 300 ezer fő van, és nem lehet azt mondani, hogy kevésbé aktívabbak például, mondjuk egy V50-en, vagy akármi. Nem jó a szerver. Nem működik. És nem csak az elején, nem csak a legvégén, közben sem voltak jók. Nem tudtad ismétlődően a küldetéseket letolni, a kazamatákat, stb. Egyszerűen nem volt jó ez a Speed Server. Akik versenyeztek, sem versenyeztek igazán, a legnagyobb OG nevek nem vettek részt, pontosan azért, mert tudták, hogy mi lesz ennek az egésznek a művelete. Illetve, ami a kedvencem, és kiposztoltam amúgy SF szobába, hogy a Halogén 400-osan odaírta, hogy ő az első 400-as szintű Bucky használás nélkül. Az. Bucky használás. Srácok, amikor beszámoltunk arról, hogy az első nap valakinek 3%-os portál beütése volt, a második nap 3%-os portál beütése volt, az mi, ha nem Bucky használás? Ember, mi az, hogy nem Bucky használás? Ő kezdte kihasználni legelőször egyébként a bugokat. Csak a playa nem baszta ki, mert geci sokat beleköltött eddig a játékba, valószínűleg. De nála látszott feketén-fehéren először, hogy a bugot kihasználta, mert második napon nem verhetett be a harmadik portált, mert napi szinten frissül a következő szörny. Tehát ezt nem tudod megoldani. Tehát még bele is hazudottam ugye a játékosok szemébe ilyen szempontból, hogy beleírta a leírásba, hogy Bucky használás nélkül. És tudom, hogy erről nagyon nem lenne szabad beszélnem, de könyörgöm, egy köztudott hazugság, nem hiszem el, hogy ez csak úgy maradhat. Szóval így én ezt abszolút nem látom egyébként reálisnak. Na mindegy. De ettől függetlenül gratulálok neki a 400-as szinthez, ezt rajta kívül senki más nem érte el. De ugyanakkor viszont szomorúnak tartom egyébként, hogy például támogatott játékosok is kihasználták ezt a bugot, és egy hét bannolással megúszták ezt az egészet. Én kapásból rúgtam volna ki őket egyébként. Tehát az, hogy egy játékban együttműködésed van, kapod te érte a pénzt, kapod érte egyébként a plusz juttatást, és segítik a munkádat egyébként a játékon belül, azt egy hét büntivel letudni úgy, hogy egyébként te azt a bugot használtad ki, amit a playa nem nézett jó szemmel. No, nagyon nem. És van, aki még úgy is kihasználta, hogy ő volt egyébként a Twitch, tehát az SF Twitch streamnek az egyik arca. És őt se baszták ki. Mert hogy az milyen lett volna már, hogy azt az embert, aki streameli az SF Twitch csatornán a tartalmat, azt nem basszák ki, mert akkor nem tud játszani a Speed Serverre, nem tudja bemutatni a többi embernek, aki Twitch-en nézi az SF contentet. Miről beszélünk? Ez nekem nagyon ilyen meh. Tehát, hogy én így nem adnék amúgy ezek után semmit. De lehet, hogy még én fogok rosszabbul járni, mert mertem erről beszélni, de én meg nem tartom ezt rohadtul igazságosnak szerintem. Szóval így nem tudom, nekem ez ilyen meh. Nekem ez ilyen kicsit meh. Na mindegy, de ahhoz, hogy a Speed Server most jól járjon a playa, egyszerűen nem járt jól, mert semmi nem működött jól. Nem lehet belépni a Speed Serverre. Utolsó két napról beszélünk, és nem lehet belépni a Speed Serverre. Ez valami haláli. És pont a mai nap akartam Speed Zero-t nyomni, hogy letolom a maradék kazamatáimat, mert a mai hajnalban úgy nem toltam még le a küldetéseket, illetve nem toltam le a maradék kazamatáimat. Nem ütöttem be a 100. szintet a toronyba, mert streambe szerettem volna. Ráraktam a segítőimre, meg magamra a fekete köveket, mert elérhető volt, de nem tudom kihasználni. Valamit nagyon kell kezdeni a playának magával, mert ez így nagyon nem lesz jó. A játékosok el fogják veszteni a bizalmukat a játékkal kapcsolatban, el fogják veszteni a bizalmukat azáltal, amit például én mondok, de nem biztos, hogy az én szavam számít, de attól függetlenül lehet, hogy nem tetszik az embereknek az, hogy ezt látják akár a streameken, ezt látják akár, amikor belépnek a játékba, hogy nem tudnak belépni a szerverekbe. És nem hiszem, hogy ekkora kihasználtsága lenne jelenleg a Speed Servernek, azt se hiszem el, hogy jelenleg minden 40 ezer ember fenn lenne a Speed Serveren. Vagy nem tudom, mennyi van jelenleg. És az nem jó. Ez itt nem jó jelenleg. És jövő évben, ha valamit nagyon akarnak csinálni, akkor össze kell szedni magukat. A szerver összevonást meg kell csinálniuk. Működőképesnek kell, hogy legyen. A szervermotorral kell valamit kezdeni, mert ez nagyon nem lesz jó hosszú távon. Szóval, ja. Én reménykedek őszintén szólva.
Mert egyszerűen én sem nézem jó szemmel, és az, hogy én kapok tőlük például a tartalmakért, amit csinálok, a promózásért, az nem azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy ettől függetlenül is nagyon jó a játék, mert jelenleg ki kell mondani, hogy nem, jelenleg nem jó a játék. Ebben az esetben. Szóval így, mondom, ami megmentheti a szerver összevonást, meg kicsit nagyobb igazság. A kicsit nagyobb korrektség szerintem beleférne. Nem csak a speed server rossz? Bedobott egyből a 6-os szerverre. Hiszem azt a CH-s csatát már megnéztem. Nemzetközi szerver is működik. De nem tudtam visszanézni a CH-s csatát. Ja jó, most engedi. Dorci, verd agyon! Ki az erősebb? Te vagy az erősebb. Nyomjad. De egyébként kaptunk kárpótlást az első nap, amikor vagy a második nap, amikor nem működött a nyitás után a szerver, meg később is nyitották, meg tehát teljesen random volt, kiszámíthatatlan egyszerűen. Nincs olyan lekommunikálva a játékosok, hogy ez mégis hogy működik. Elfejtettem részt venni a CS csatába, pedig megnyertük volna. Bassza meg. Megnyerhettük volna a CS csatát a kurva életbe. Elfejtettem részt venni. Én vagyok az utolsó előtti. Várjál csak. Nem mutatott, szóval biztos, hogy lemaradtam róla. Bazd meg. Ezt nyertük volna, vagy nem? Várjál. Ja, nem, amúgy sem nyertük volna. Azt hiszem, hogy ő volt a másik. Na mindegy. Azt hiszem, hogy a másik oldalt is ő volt az utolsó, de nem. Na mindegy. Hát akkor valószínűleg nem speed szerverezni fogunk, srácok, mert ez így nagyon nem fog összejönni. Engedjük el egy picit, azt mondjátok? Lehetne vártani egyébként. Na mindegy, de addig bemutatom a többi karaktert, hogy hogyan szoktam velük haladni, ugye ha már csak ez a két karakterem maradt így a játékon belül. Nem is baj, bőven örülök, hogy két karakter, sokkal jobban oda tudok rájuk figyelni, meg minden. De mondom tovább amúgy, szóval fekete péntek van ugye, kaphatsz több gombát küldikből, ugye nagyobb eséllyel, ugye 33%-kal több a gemba, meg minden ilyesmi, meg csak fekete és legakövet dob. Egy kicsi hátránynak érzem azt, hogy a legendás kövekre ugyannyi esélyed van, mint eddig. Ezt picit felbusztolhatták volna egy kicsit, mert most én azt veszem észre, hogy nekem csak fekete köveket dobál. Alig dob legakövet, pedig figyelj, tehát van bőven. Meg például a mágusnál is ezt vettem észre, ahol még jóval több itemem van amúgy lega itemem. Nem is tudom, ez hány százalék lenne. És csak fekete köveket dobál sajnos. Mert próbálom cserélni a lega itemeket, mert vannak itt 800-asok, úgy, hogy 1100-asokat kapok közepes kőből. Közepes kőből kapok 1100-asokat, szóval jó lenne kicserélni, de nehéz. 200-zal mennyivel adna többet? 300-zal nagyobb statokat adna a közepes kő. 300-zal többet adna. De mivel nincs erődevent, ezért ugye kiskövet is dobhat legából, ami meg 900-at ad, az meg nem ad akkora különbséget, hogy megérje. Sajnos. Fekete követ megéri használni, és pont azért szerettem volna speed servert bemutatni. Végre kösz! Végre köszönöm. Na, szóval vissza is térhetünk az erődevent, vagy a speed szeróra. Tehát azért is akartam megmutatni a speed servert, mert én ugye így az utolsó két napra lecseréltem a segítőimnek a kövét, ugye, és csak nagy és közepes fekete köveket kaptak. És ugye nekem, mivel nincs meg a 15-ös lovagok csarnoka, és itt is nálunk csak egy ember van, akinek megvan, és itt már valószínűleg mindenki inaktív, de ez már tök lényegtelen, ezért lecseréltem fekete kövekre, hogy lehet, hogy a kazamatáknál jobban fogok tudni teljesíteni. És egy-két kazamatát offstream le is tudtam ütni, de nem próbáltam addig, ameddig már nem tudom, szóval ezt streambe szerettem volna az utolsókat. Mert ez lenne az utolsó streamem a speed serverről, illetve egyébként elmondom, hogy mik lesznek a továbbiakban, mik várhatóak nagyjából, stb. Szóval ennyi, ezt tudom úgy nagyjából mondani. Összességében, ja, nem streambe akartam baszakodni a fekete kövek szerzése miatt, speedsteron szerintem ezt érdemes kihasználni, illetve erődevent az jelenleg nincsen, tehát hogy most itt az utolsó hétvégénél nincsen egyébként erődevent, de minden más az található, tehát ugyanúgy a lélek event, kovács event, epic event, stb.
Egy pillanat, csak meg kell valami felszólnom. Na, király, megvagyok. Szóval ennyi igazából, annyi, hogy ugyanúgy még a Rácsi az mehet tovább is, ugye, még van rá egy kis idő, ahogy eddig is volt igazából. De én, amit nagyjából spekuláltam magamnak, az az, hogy a 350-es szintet, ha elérem, akkor az úgy bőven tökéletes lesz. El fogom valószínűleg érni a 3. Jaj, egy fél pillanatot kérek, bocsánat. Itt vagyok, bocsász. Szóval, ja, az van, hogy a 350-es szintet nagyjából bespekuláltam magamnak, őszintén. Ja, meg gombát kéne sorsolni a kurva életbe. Na, majd elmondom, hogy mit lehet majd, vagy mit kell majd tenni a gomba sorsoláshoz. Egyébként semmi extra, nincs is karakterhez kötve, szerverhez sincsen kötve, stb. Annyi a lényeg, hogy majd be kell írni egy szót a chatbe, és akkor majd van rá esély. Nem kell se számnak se lenni, se követőnek nem kell lenni, meg semmi ilyesmi, nincsen semmihez kötve. Annyi, hogy majd be kell írni majd valamit a chatre, amit majd én mondok, hogy majd mit. Ugye akkor lesz rá egy pár perc. És igazából ennyi. Annyi a lényeg, hogy bármelyik szerveren aktiválhatod, akárhanyas szinten beaktiválhatod, annyi, hogy ezt a kódot új évig lehet beaktiválni. Tehát január 1-e évfélig. Vagy pontosabban december 31-23-59-ig, de hogy 2022. január 1-e évfélig lehet ezt majd kiváltani. Egészen pontosan 2 darab 50 gombás kódom van, 2 darab 125 gombás kódom van, és nem tudom, mit csinálják az 500 gombás kóddal. Azt lehet, hogy nem ma fogom kisorsolni, mert kicsit aránytalannak érzem azt, hogy 225-ös, meg 250-es mellett ugyanúgy sorsoljam ki az 500 gombásat. Kicsit így, az még várat majd magára, valószínűleg. Azt majd valahogy egy ilyen, nem tudom, majd valahogy majd gondolkozok rajta, hogy sorsoljam ki, mert az kicsit úgy aránytalan lenne. Őszintén szólva. Mi? Ja. Ez menjen csak a szaboknak. Az a baj, nem akarok különbséget tenni, mert igazából akik így nézik tőlem az SF contentet, én nem várom el, hogy feliratkozó legyen. Tudod? Tehát, hogy valamilyen szempontból így nem nagyon akarom ezt így szeparálni. Gombárusnál mennyire éri meg a középső? A legjobban. Ez éri meg a legjobban, szerintem. Arányaiban egyébként több a különbség, 33%-kal és a pakkal együtt ez éri meg a legjobban, szerintem. Sancinak 250-nel lógok, viszont neki majd feltölteni szeretnék. Tehát úgy, majd, hogyha megadja majd a felhasználói adatokat, ha megvízik bennem, akkor majd feltöltök neki majd egy 25 eurósat, mert egyrészt ugye késedelmi díj, másrészt pedig meg szerintem megérdemli, szóval majd ezt szeretném majd megmondani Sancinak, jóval többet kap, meg ezzel nem jön ki a 250, és nem duplán akarom feltölteni, mert annak aztán tényleg nincs értelme, mert akkor inkább egy picivel több is, akkor sokkal jobban jár egyébként. Na, miért hagytam ott az S20-at? Beszéltem róla a stream elején, mármint amikor itt elkezdtem az SF-et, kicsit részletesebben kitértem, mert nem csak az S20-at hagytam ott, hanem a V50-et is. Ezt majd Vocsatornán majd látni fogjátok, ha visszanézitek, hogy kicsit így magyarázok erről, meg a Spitzerúról mesélek egy kicsit, hogy nekem mi a véleményem, a tapasztalatom, stb. Élvezni amúgy élveztem volna ezt a szervert, hogyha nem lett volna ennyi hibája ennek a szervernek. Igazából. Tehát nem lett volna ennyi hibája a szervernek, én őszintén szólva nagyon élveztem volna.
de túl sok hiba volt ahhoz, hogy ezt csak el tudjuk engedni. Mert egyszer kaptunk kárpótlást az indítási hiba miatt, de nem csak annyi volt a hiba, és ez volt a baj szerintem. Ez volt az egyik fő probléma. Na, kezdjünk el csinálni küldetéseket, mert egyébként ettől függetlenül nekem erődeventem van. Szóval... nem tudom, vagy próbáljuk meg kazamat elzni. Ryer majd a küldi, ezt majd offstream letolom. Sok idő már amúgy sincsen, a sorsolás amúgy is el fog venni egy kis időt, meg mellette van pár kazamat, amit még nem toltam le. Szóval próbáljuk meg ezt a csodát, aztán utána pedig indítok egy szavazást. Tele van muskicával, az meg az egész szoba. Istenem. Szia Tomi. Érted, tehát repked egy kis fos itt, ami nem tudom, hogy honnan jön. Lecsapom, jön a következő, most már belement a kávémba. Kis protein darabka. Az a helyzet. Szia Goldens, hello, szia, szevasz. De még nem tudom, mit csinálok majd az 500-as, azt lehet majd, hogy későbbre teszem. A világi erőd milyen szinten érhető el? 10-es szintű drágakőbánya kell, hogy legyen. 24-én. Sorsoljam ki. Hát ez majdnem egy hónap. Most annyit miért várjak? Lehet, hogy kapok majd akkor is. Ki tudja? Nem tudom őszintén szólva. Most annyit várni erre? Hát nem tudom. Sok értelmét nem látom. December 6! Kurva jó! Az! Igen, december 6-a. Adom. Jó ötlet. A legjobb. Legjobb, amit tudtál mondani. Igen, december 6. Csak ne felejtsem el. Bolond Miklós napom majd. Egészen pontosan. Lol, csak 8-án ad nekem úgyis születésnapom. Persze, mindenkinek születésnapja van akkor. Bár mondjuk Andrew, neked elhiszem. Na. El tudjuk picsázni, hogy tele vagyok fekete kövekkel, még a segítőknél is. Hát mi a fene? Hát az nem tűnik egyértelműnek. Talán 2 millió HP! Atya úristen, ne tedd ezt velem. December 14-én nekem is lesz ünnep, és rohadtul nem akarok 22 lenni. 20 fölött már úgyse számolod, tehát nem? Én így vagyok vele. Tehát amióta 20, amikor elmúltam 20 éves, én azóta nem számolom, hogy mennyi vagyok, érted? Néha meg se jegyzem, hogy 22 vagyok, érted? Onnantól már mindenkit, tehát úgy van, hogy 20-tól nem számolod, 30-tól tagadod. Szerintem. Ha kérdezik, még mindig 19 vagyok. Kivéve ha Amerikában vagy, akkor 21. Igazából. 12 után én se számoltam. Mondjuk lehet, hogy fontos lenne 12 után számolni. Ne neked húzzák fel a pólódat Discordon. Ki tudja? Nem vicces amúgy. Norvi, nem vicces. Mondanám, hogy én is lennék egyébként fiatalabb, de nem biztos, hogy ebben a generációban szeretnék fiatalabb lenni. Mert a mi generációnk sem volt jó, amikor fiatalok voltunk, de egyébként a mostani az meg így... Nem tudom. Most már azt számítani, hogy kinek van több követője. Annó engem amiatt baszogattak, hogy egyáltalán az interneten művelek valamit. Köszi szépen a szabot! És hogy követik ezt az emberek. Emiatt baszogattak. Nem az, hogy neked csak 1000 követőd van, nekem 3000. Azért egy ilyen világban amúgy nem élnék, maradjunk annyiban. Akkor már inkább baszogassanak amiatt, hogy ezt csinálom, nem? Legyen már gomba. Legyél már türelemmel. Zsigubigulek össze szabot. Nagyon szépen köszi. Ütköztünk és használ szeretettel az imótokat. Köszi a támogatásod. Ott van! Nem sokon múlt, basszus. Ott a torony, let's go! Zsír. Elfucsáztuk a tornyot, az a helyzet. Na, megyen egy sorsolás, mit szóltok hozzá? Nem tudom, hogy melyiket sorsoljam ki először. Szerintem a 2 darab 50-eset fogom kisorsolni először, és utána pedig a 225-eset. Az lesz a szitu. És ez úgy fog kinézni, egészen pontosan, hogy ugye én, modok is részt vehetnek egyébként, nyilván. Nem lesz egyébként ilyen sub luck, meg ilyen regular luck, meg mit tudom, tehát ezeket nem fogom bekapcsolni, mert fasságnak tartom. Viszont lesz majd egy random szó, amit majd be kell írni a chatre, amit ha beírok, akkor nekem jelezni fogja, hogy majd kivehet majd részt ebben a cuccban igazából.
és van anti-spam szűrő, szóval igazából az, hogy te kétszer leírod a szót, nem lesz több esélyed erre. Szóval a szó, amit leírok, az, hogy... Tökéletes. Szeretném, hogyha leírnátok a chatre, hogy szeretném, és akkor legalább több esélyetek is van erre. Szóval, ha leírod, hogy szeretném, akkor esetleg talán adok amúgy 50 gombás kódot. Még egyszer mondom, bármelyik szerveren lehet használni ezeket, és szilveszter, hát egy új évig lehet majd ezeket beaktiválni. Jenny, Istenem! Na, akartam már mondani, hogy nem tölti be az embereket, csak annyian írtátok amúgy, hogy így 3-ról feldobta 78-ra. De geci sok első csetelő. Ezt nekem nem jelzi, várjál? Mennyi első csetelő van? Egyeinek ugyannyi esélye van, mint bárki másnak. Istenem, geci már kettőt feldobott. Mennyi első csetelő volt? Ezt nem figyeltem, küldj már róla screenshotot, ez. Mert ugye a modoknak meg nekem jelzi amúgy. Én nem szeretném. Ugyannyi esélyed van részt venni, mint bárki másnak. Mondom, nem kell követőnek lenni sehoz, nem kell szabnak lenni, semmivel nincsen több esélyed, de ha kétszer leírod, nincs több esélyed erre. Szóval, ha azt írod, hogy akarom, akkor nem kapod meg, de ha szeretném, már megkaphatod egyébként. Fegybe letudom két szavazást egyébként az 50 gombásokra. Annyi, hogy aki majd nyer, annak majd ráírok Twitch privátra, és akkor megkapja a kódot, oda elküldöm. Annyit kérek, hogy írd oda, hogy köszönöm. Többi nem érdekel. Csak köszönd meg, a többi nem érdekel, komolyan. Várunk egy kicsit, jó? 40-ig, az lehet sok idő, de 40-ig várunk, 40-ig. Jó van ez. Kösz szépen, Sanci, jó fej vagy. Twitch privátba, yes. Hát rád írok privátba, azt megkapod. És nem kérek ezért egy Discordot, meg semmi ilyesmit. Ha már Twitch-on aktív vagy, akkor csak látod a privát üzenetet. Az nem Tommy. Hát... kapsz egy privát üzenetet. Majd bedobja neked a Twitch. Jelentkezik olyan, és aki nem SF-ezik. Tudom, de hát most mit csináljak? Mert eddig ugye nagyon figyeltem arra, hogy csak olyan kapja, aki játszik az adott szerveren, meg mit tudom én, de megmondom az őszintét, hogy ezzel most fölösleges foglalkoznom. Most egy 50 meg egy 125 gombásnál, mert általában mindig azt kapta, aki egyébként játszik a játékkal. Mit kell beírni? Azt is szeretném. Így szépen, ahogy mondtam. Szép magyarosan, hogy szeretném. Szia Robin, mi a helyzet? Ingyen élő mind. Itt a fő ingyen élő, köszi. Milyen szervere? Bármelyikre beaktiválhatod. Lényeg annyi, hogy január 1-jéig tudod beváltani. Tehát január 1-je évfélig tudod beváltani egyébként. Előre szólok, ha én nyerem, akkor bedobom a chatre, te döntésed. Ha valaki megnyeri úgy, hogy be akarja dobni a chatre, nyugodtan. Mondom, most 2 darab 50 gombás kód lesz kiosztva, utána pedig 2 darab 125-ös. Az 500-asat meg félreteszem, mert nem tudom még, hogy hogy sorsoljam azt ki. Az túl nagy falat ide. Az túl nagy falat. Igazából. Az a helyzet. Szoktam kapni néha igazából ilyen akcióknál, vagy Black Friday, új szervenyitásnál, stb. Általában ezeket itt kidobom nektek ide a chatre, meg ilyenek. Ja, lehet azon gondolkozok én, Sanci, hogy még egy Kahootot össze lehetne dobni rá. Igazából. Melyik év? Hát 2022. Most azon gondolkozom, hogy jól írtam-e. Hát írd le megint, van még időd. De ha leírom, megmondhatom neked, jól írtad. Mert hogyha egy karikában van egy pötty, akkor az azt jelenti, hogy részt vett. Gyuri nem vett részt. Fekete Rose már nem vett részt. Repici nem vett részt, Robin se, Simva sem, és ennyi. Tehát, hogy 133 emberből gyakorlatilag csak 3 ember nem vett részt, aki csetelt eddig. A gódokat a gombárosnál, az ingyenesnél lehet, így van, tehát hogyha rákatintasz a játszásra, rámész a pluszra, ott az ingyenes, és ide beírod a kuponkódot. Yes! Ez lesz majd a történés. Igazából. Minek vegyek részt? Persze, hát értelek, Repici, csak azért mondom, hogy kik nem vettek részt. Persze, Sanci. Kérésre. Nagyon szívesen, de ja. Kivettem Sancit. Úristen, de gonosz vagyok a kurva életbe. Nagyon kedves a Simba, köszi szépen. Milyen jó fejek már egyesek, hogy a rohadt életbe. Gec, zsenik vagytok.
Na jó van. Nekem meg tudnád nézni. Nem fogom mindenkinek egyesével, de mondom, tehát akit nem mondtam, azok mind részt vettek. Lehetek ti is jó fejek. Igazából. Ráírtam Zupra, odaírtam a Zupét, azt, de egyébként mondom, tehát modok is részt vehetnek, mert modok közül is játszik egy pár ember a játékkal, sőt szinte majdnem mindenki, aztán így, miért ne legyen nekik is esélyük amúgy, őszintén szólva. Ja. Aztán azt hiszem kettő tudok rollolni, szóval igazából majd úgy fogom én is elintézni a történést. Na. 10 sec? Írjam be én is a chatre, de nem szeretném. Minek? Igen, milliárd gombákkal el vagyok látva. Jó, mondjuk ez nem igaz, de na. A modoknak ott a fizetés vegyenek abból. Hát ez tudod, ez ilyen kis plusz százalékolás, meg ilyenek. Na, sorsoljunk egyet. 3-2-1, bum! Csori! Getsz, írj valamit a chatre. Kérlek, írj valamit a chatre. Mert igazából én látom, ha írsz valamit, azt akkor mehet is. Pog! Pogó! Csori nyert így hallul zsír. Na, Csorinak mehet az első. Siván Csori névvel. Másik pedig... Kukta! Kukta 93! De nézzél ennyire, basszus. Inkább eltakarom az arcot, köszi. Kukta a másik! Kukta alsomás 93. People clap! Ketten nyertetek 50 gombás kódot egyébként. Írj valamit a chatre, légy szíves, lássam, hogy aktív vagy-e, mert igazából adnám, hogyha aktív lennél. Köszi! Nincs mit, zsír. Na, ezeket gyorsan elküldöm, aztán megyünk tovább esefezni, és akkor a stream végén akkor maradék 125 gombásat, a kettőt pedig kisorsolom majd záráskor. Ez lesz a helyzet. Most tudom, ez hány ember között volt egyébként. Ha Kukta nyerte, az nekünk bukta? Yes. Ez pontosan így van. Várjál. Csorinak megy az egyik. És Kukta, alsónás 93. Nak megy a másik. Na. És akkor itt a másik. Jó, megvagyunk. Aztán megvagyunk, zsír. Na. Mehetünk visszajátszani, köszi. Mehetünk visszajátszani egészen pontosan. Na szóval. Milyen fülesem van? Sennheiser HD59-es. Legendás követ, azt is tud most bányászni, akik nem járt még legendás kaziba? Nem. Csak a fekete kő. Csak a fekete követ. Amúgy igen, tehát lega követ, az csak akkor tudsz bányászni, ha vannak legendás itemjeid. Nyilván speed serveren senki nem tud, ebben az esetben csak a fekete kövek játszanak szerepet. És a segítőimre ráraktam a fekete köveket, és akkor ezek alapján tolom én is a kazamatákat. Igazából. Nem tudom, hogy hány kazamat el tudnék elverni. Mondjuk a 350-et elérem, onnantól kezdve nekem ilyen nagyobb célom nincs a speedserun, tehát 400-at biztos nem tudnám megütni. Meg amúgy van magyar játékosunk amúgy, képzétek a top 10-be. Van magyar játékos a speedserun. Amúgy. Számomra ismeretlen egyébként a neve, tehát én még nem hallottam korábban róla, de kurva szép eredményt ért el eddig. Szóval reméljük, hogy az utolsó napokon nem fogják elvenni a helyét, mert én simán el tudom képzelni, hogy az utolsó nap undorító arénázásokba fognak részt venni az emberek. Ja, én kívánom neki, hogy sikerüljön amúgy. Kívánom, hogy sikerüljön neki amúgy, mert én szeretném, hogy magyar játékos is nyerjen amúgy. Háborgó fordítva a neve? És tényleg háborgó fordítva a neve. Nagyon király, gratulat Csori. Utolsó fél óra lesz durva. Amúgy igen, az baj, hogy ezt nem fogom tudni majd nézni. Zsombi ben van a top 50-ben? Nem, Zsombi nem akart részt venni itt, csak segítette a C-társait. Én is itt vagyok kb. 100. helyen, de le fogom venni a cuccaimat szombaton. Tehát, hogy így az lesz majd, hogy még lestreamelem nektek itt a mai nap a speed servert, utána pedig leveszem a cuccaimat. Aztán a C-n belül, aki még akarja magának a bónuszokat, ők használják ki. De többet én mondjuk nem akarok itt a szeróról. De amúgy így még egyszer mondva, tehát így én nem vagyok megelégedve ezzel a speed serverrel. Amilyen jól lehetett volna ezt csinálni, az annyira lettem, hogy elszúrva sajnos.
de ezt tudja mindenki nagyon jól. Rengeteg, rengeteg probléma a szerverrel. Azt, hogy most se tudtunk például belépni, ez kicsit ilyen... Ez ilyen meh volt. Ahhoz képest, hogy mekkora lehetőség lehetett volna ebbe a szerverbe, annyira nem lett ez megvalósítva. A szervergép, vagy nem tudom, amit biztosítottak neki egyébként... szervermotort, az nagyon nem jött ki úgy, ahogy kellett volna, szóval nem. Az első napi kárpótlás, tehát a második napon lévő kárpótlás, ami az első nap hiánya miatt volt, arra talán azt tudtam volna mondani, hogy úgy oké, de több probléma volt, mint az első nap. Sokkal több probléma volt. Amúgy. Meg, még egyszer mondom, hogy a V52-es C-be, vagy C-be, V52-es szerverre át tud vinni a gombáidat a speedzeróról. Tehát, hogy a speed szerveren maradt gombát, tegyük fel, mint 400 gombát, azt át tudod vinni a V52-es szerverre. Majd mindenki kap egy üzenetet valószínűleg, hogy ezt majd hogy lehet megcsinálni. De pontosan van itt egy üzenet, ezt Balu rakta ki, hogy november 29-én 18 órakor a speed szerveren lévők egy levél formájában fogják megkapni, hogy hogyan tudják átvinni a gombákat V52-re. Hoppá, hoppá. De én nem fogok amúgy speed szerveren részt venni valószínűleg. Tehát, hogy én nem szeretnék speed, vagy nem szeretnék V52-n részt venni. Nem tudom miért, így elég ez a két karakter. Igen, Zub, csak az a baj, hogyha ezzel akarják egybevonni amúgy a szervereket, akkor azzal nagyon nagy probléma lesz. Én legalábbis ezt gondolom, aztán ki tudja. Na, elmileg az, amit el fogunk tudni tolni? Tosima! Ezzel meg is lesz a 350-es. Lesz kuponkódom V52-re? Hát gondolom, mivel nem fogok V52-n részt venni, ezért rákérdezek majd, hogy attól függetlenül, hogy én nem veszek részt, lehet-e opció arra, hogy a V52-esre kapjak kódot a közösségem miatt, mert sokan kezdenék amúgy. Erre majd rákérdezek. Majd hétfőn, most fölösleges erre rákérdezni. Pont most beszéltem valakivel itt a Playánál, aztán így, erre most, vagy nem a Playánál, de hogy közvetítő cégnél, csak nem tudom, hogy most ezt így rákérdezzek. Most elég volt az én problémámmal foglalkozni. Hát és tesznek jó volt, csak ne annál a szervernél, ahol ez nagyon számított volna szerintem. Jó ég! Elértem az álom célomat. 350 volt a célom egyébként itt a speed szervernél. És ez meg is lett végül. Bár én egyébként itt az utolsó napokban amúgy nem foglalkoztam a szerverrel. Tényleg, tehát itt az utolsó egy hétben csak így néha megpörgettem a kereket, megetettem a kedvenceket, de a kedvencekkel sem foglalkoztam, mert itt például a fénynél nem szedtem ki őt nem szedtem ki, itt aztán pláne nem foglalkoztam, tehát itt már a végén úgy voltam vele, hogy amúgy sem fog számítani hosszú távon. Aztán, ja, őszintén szólva ennyi. Jó. Nem volt élvezetes vége felé a speedzerum. Én legalábbis ezt gondolom, de sokan mások is ezt gondolják egyébként. Számomra nem volt élvezetes sajnos a speedserver. Bármennyire is lehetett volna az. Szerintem. Lehet-e még csatlakozni a C-hez? Persze. Inaktívakat valószínűleg kivágom, azt akkor nyitok egy ilyen szabad csatlakozást, ha valaki szeretne. Mert itt gondolom az inaktívak már nem akarnak játszani, gondolom itt a szerveren itt a végén. Gondolom Andrew, te se. Gondolom te se akarsz. És az utolsó napoknál szerintem már tök mindegy, de van még egy pár hely, aztán adok itt szabad csatlakozást, aki akar. Hétvége nevezett ütcé. Igazából amiatt van még értelme, hogy itt a bónuszokat ki tudjátok használni. Van itt 117,4% mind a két helyre. Szerintem ez bőven elegendő. Tehát utolsó két napról beszélünk egyébként. Tehát 2 nap, 6 óra. Itt már tényleg csak az maradjon a célba, akiknek kell a bónusz. Szombaton már én is le fogok vedleni valószínűleg. Mert szombaton meg nem fogok tudni nektek SFF-et streamelni, mert a szervergépet fogják majd összerakni a srácok, és majd arról fog szólni a szombati adás. Valószínűleg. Ez lesz majd a történés. Igazából nekem így elég lett, elég így a 350, őszintén szóval ez is egy szép haladás szerintem, főleg, hogy a második nap 200-as szintre mentünk fel egy pár óra alatt. Az egy tök jó kis content volt szerintem, én sose játszottam még speed serveren, szóval én egyébként tökre elvesztem azt a részét, de mondom itt a hónapok alatt, itt, vagy itt az egy hónap alatt, itt a vége fele már én is rákezdtem unni amúgy a speedzeróra. Talán még az volt a jó, hogy itt a fekete köveket rá tudtam rakni a segítőre, és kicsit így tudok haladni az árnyvilág kazamatába.
De hogy így ennyi. Ötödik karakterem volt így is. Nagyon sok. Amúgy én nem ajánlok annyit senkinek. Én is azért hagytam abba az S20-at meg a V50-et, tehát mert én nem abba szeretném hagyni a játékot a sok karakter miatt, hanem redukálni szeretném a karaktereket, hogy élvezzem a játékot. Mert én szeretném élvezni ezt a játékot, és ezzel a két karakterrel, ami megmaradt, én élvezni is fogom valószínűleg, mert őket nagyon szeretem játszani, ezeket a karaktereket. Tehát nekem így abszolút egy jó döntés volt ez. Amit abszolút nem bánok meg. A V50-ben is volt effort, meg idő, de hogy így a... Jó, de Latyi, nem tudom, nekem így annyira nem jönne be. Ennyi karakterjátszás. Mondnám, hogy nincs rá időm, de arra van időd, amire beosztod, viszont én több órát nem szeretnék SF-ezni, úgycsak végig kattintgatom, de nem élvezem mellette a játékot. Hát igazából, Damien, ott van a beta szerver az SF-nek, ott ugye kapsz napi 300-at, azt hiszem, de nem lehet venni gombát. Tehát ugye a beta szerver az egy hát full free to play gyakorlatilag, mert nem tudsz gombát venni ott. Igazából. Nem is tudom, hogy nekem ott egyáltalán hogy áll az a beta karakterem. Mindjárt megnézem neked. Mert ott kapod napi szinten a gombát, én ott totál inaktív vagyok, de mondjuk a beta szerver az így egy, az így egy ilyen natív free to play. Vágott 18.000 gombán van egyébként speed, vagy izé beta szerveren. Tehát, hogy így. Hallod? Tegyük már fel kockára. Mushrooms. Bet. 18.531. Hallod? Tegyük már fel. Úgyse játok beta szerveren. Mi? 18.531. Nem, ez beta szerver, csak napi szinten kapja a gombát az MB. Mi van? Nem engedi felrakni! Nem már! De várjál, 10.000-et sem? Nem már! 3.000-et? Nem engedi felrakni, duplázni. Bazd meg, nincs benne a bétába. A picsába? Na mindegy. Most már lényegtelen. Azt hittem, hogy fel tudom baszni rá. Na mindegy, de egyébként itt nem tudom hányan játszanak. 9000 játékos van egyébként. És emellett amúgy egész jók vannak. Micsoda? Volt legendás kazamata? De hát akkor, amikor a többi legakazi is volt, nem? Hát beírott, hogy beta.sfgame.net, de ez csak böngészőről elérhető, tehát se telefonról, se... mondjad már... se Steam-es appról. Van még legakazi? What? Van legakazi? Két napig még? Ne idegesíts már. Mekkora... a kurva életbe. Az mondjuk lehetett volna content, de nem fogok a bétával játszani. Gondolom, ide nem lehet portrét kérnem, ugye? Mindegy igazából. Ez ilyen kis szórakozós cucc. Majd egyszer lehet felhasználom, amíg a beta szerver tart. Mert az nagyon fontos megjegyezni, hogy a beta szervert az bármikor bezárhatják. Bármilyen értesítés nélkül. Így is tovább tart szerintem a kelleténél amúgy a beta szerver. Szóval ezt bármikor bezárhatják. Ez pont arra van, hogy ez tesztelés legyen. Egy picit túl OP-k a segítőim, nem? He? Várj, rosszat nézek! Ezt kell néznem. Nem akarok 50-re felmenni. Meg nem is lenne ma már rá időm. De a beta szerver is új szerver motorom van, viszont az érdekes módon nem fagy ki. Meg nincs baja, elvileg. ...7500 gombát adott Kowalski? Kicsoda? Meg a Vega? Meg ilyenek? Laggol a beta? Tényleg? Nem játszanak, hát 10.000 játékosan nincsen egyébként regisztrálva. Tehát egy érthető is. 1701. Azt cserélhetnénk. Azt nagyon cserélhetnénk.
Zsír. Jó, hogy ő foglalkozik a beta szerverrel. Ó. Az amúgy nem szar. De mondom, milliárd gombák vannak ott jelenleg. De mondom, az egy free-to-play szeró, oda nem tudsz gombát feltölteni, ott csak adnak a játékosoknak, ugye mivel beta tesztelők úgymond. De lehet, hogy majd a beta tesztelők fognak majd valami jutalmat kapni majd, hogyha esetleg, nem tudom, vége lesz majd a beta szerónak. És simán kinézem amúgy az esetből. Ha csak gyalázzuk a poklot, komolyan. Össze-vissza gyalázzuk a poklot. Ja! Ja! Bocsi! A boss amúgy elveri a segítőm. Ja? Így már mindent értek. Kicsit túl OP-k, nem? Kicsit túl OP. Ja, amúgy kulcsot kéne szerválni. Az nem az a kulcs. Bazzeg nem lesz elég nyersim. Meh! Az baj. Most honnan lopjak amúgy? Mi a fene? Támadjunk egy pár embit, én azt mondom. A bolondos pingvin. Hát, fasza. Megkapom a 13. kulcsot vajon? Jó, hogy az nem az! A kurva életbe! Ja, Istenem. Hagyjál már a nagy fekete kövekkel, senkit nem érdekel, köszi. Jó, ez mondjuk OP ez a kulcs, ez tetszik. Épp, hogy megkaptam egyébként. De mondjuk a fekete köveket rátehetném a segítőkre. Mert a közepes köveket legalább lecserélem vele. És nem mindegy, hogy 270-et vagy 260-at ad. Vagy közel 300-at. Zsír. Azt, hogy mennyiért cserélheted az ellenfelet, az mitől függ? Goldért. Tehát ott van egyébként az ellenfél csere, az vagy 4 perc múlva történik, vagy adott gold mennyiség. Általában nem érdemes goldért kihasználni, itt vannak a támadás előzményeknél az ellentámadás fül, és azt vissza tudod nézni. Ezzel együtt amúgy az erőttárs opciót is meg tudod csinálni, csak fontos odafigyelni, hogy C-társad nem lehet erőttársad addig, amíg nem találjátok meg egymást az erődbe. Szóval, hogyha neked van egy erőttársad, aki C-társad is egyúttal, előtte az egyik illetőnek ki kell, hogy lépjen a C-ből, és csak utána találjátok meg egymást. Azért hasznos, mert folyamat támadjátok egymást oda-vissza, és ezzel ezáltal a bónuszt is megkapjátok. Szóval mindig egy katonával érdemes ilyenkor támadni az erőttársnál. Valami ilyesmi, valahogy így működik elvileg. Ja, hogy mitől függ? Szerintem erőszinttől függ szerintem. Jóisten, mekkora picsázások mennek itt amúgy, kérem szépen. Hatalmas picsázások történnek. Jaj, szintkülönbség? Akkor szintkülönbség. Na viszont a mágusnál elakadtunk szerintem. Hatalmas németezésekbe, hát hogyha elpattan a húr, azt agyonverjük. Van itt egy meg 2 millió HP, amiket meghagyok általában. De ez annyira meg nem fix. Mondjuk jogos nem erőttől függ, hanem szinttől. Igazad van amúgy, Laci. Nem gondoltam bele józan paraszti észre. Ez a kevesebb, mint 1 millió HP. Neted? Jó, persze, 500 000, hagyjál már. Hát ezt nem hiszem el. Hát az kicsit bánom, hogy nem volt forgószél amúgy itt a speedserun, de amúgy megértem, hogy miért nem rakták bele. Totál megértem, hogy miért nem rakták bele a forgószelet. Ott még jobban kifagyott volna amúgy a speedseru. Egészen biztos. Hát ott képzeld el, hogy most 150 ember elkezdi spamelni a forgószél kazamatát. Úgy leállítják a szervert, mint annak a rendje. Mert az tényleg egy natív spamelés amúgy. Akinek van annyi gombája, hogy meg tudja csinálni. Igazából. Hát... Ezt szerintem engedjük el csak szimplán. Én azt mondom nektek. Harry Potteresnél ugyanúgy nem lesz esély. Na, és mindenki nyomja itt a végtelen szintlépéseket. Hemoridor tuti gatya.
Mi van még, ami esetleg meg lehet? Nope. Hát ez ennyi. Ányvilágnál nagyjából semmi. Esetleg még ez a youtuber kazamata. De ugye ez is határeset, mert ugye 350-esnél lehet nagyjából elkezdeni. Ez is szerencsém múlik, mert ugye harcos az ellenfél. Kivéve, hogyha itt végtelen izé, végtelen kitérés lenne ugye felderítő meg az én részemről. Most itt a harcos meg a mágus nem fog nagy erőt belevenni, mert hogy így sokkal kevesebb a támadásuk, mint a HP-juk. Talán a felderítő meg nekem van esélyem. De hogy kitérni meg nem szeretünk, tehát hogy zseni. Kritálni is lenne amúgy sok esélyem. Köszi. Ha kritálni is lett volna sok esélyem. Ja, hogy ezt én hoztam le? Köszi. Hányszor tértünk ki egymás után? Egy. Kettő. Három. Négy. Jó kis fekvőtámasz. Öt. Szerintem egy 7 kitérésem lesz köböl. 6, hiszem ott fogom leütni a maradékot. 7. Ja, 7 vagy 8 köbben. Szia Szindra, mi a helyzet? Na, zsír. Egészen jók vagyunk, azt kell, hogy mondjam. Igazából. De a második szint, ha mágus, akkor azt benéztük. Hát, ezt inkább engedjük el. Nézzünk sima kazamatákat még így a maradék időbe, aztán pedig a 225-ös gombát ki fogom sorsolni. Hang vagy rúna cserélni? Minek? Mondjuk itt eléggé hiányos. De az majd nincs más. Ja de van ott más rúnás itemem, de hülye vagyok. Nem figyeltem. 2 darab 125-eset, bocsánat, tehát 2 darab 125-eset. Az lesz még a mai nap. A dupla sorsolás következtében. Mint ahogy az előbb is történt, mi a fene? Agyonvertük a kovácsot. De várjál, most két kazamatát vertünk el egymás után? Várjál, mi van? Vagy az előbb még nem ő volt? Hé, valami nem oké. Várjál, ugye most kettőt vertünk el egymás után, mert volt az Alex Zoltán, meg volt mellette a másik, nem? Ez vagy bebagolt, mint az állat, vagy fogalmam sincs, de az előzőt meg nem dobja be. Szóval ez így kicsit ilyen kérdőjel. Na mindegy. De a kövi ellenfél valószínűleg nehezebb lesz. Ja, mert hát mágus nem tudunk kitérni ellene. Jó van, ez mindegy. Bár itt, hogyha tele vagyok mágussal, akkor amúgy is lényegtelen. Tehát a legtöbb HP-t próbálom magamra szedni, így a fekete kövekkel, de... valószínűleg nem fog összejönni. Yes, köbö. Az még meg lehet sima. Kevés a HP-ja. Majdnem ugyannyi HP-n van, mint az ellenfélnek. Az se gyakori. Szia Kristóf, mi a helyzet? Ott is van! Zsír. Jó, a mágusnál fix megálltunk. Szerintem minden mágusnál meg fogunk állni instant. Tehát itt a felderítőt meg a harcos még talán le tudom verni a kitérésekkel. De ha a kövi mágus, akkor ezt benéztük. Yes. Ez meg se pró... Ja, de ez meg lehet. Tor amúgy még esetleg. Mi a véleményem arra, aki botokkal húzzák az akkot? Az, hogy gyökerek, az. Mi értelme van botozni egy játékban? Érted? Értem, hogy egy kattintgatós játékban végig kell kattintgatni, de hogyha 180 karaktered van, és nem tudod megcsinálni őket egyesével, akkor ne legyen 180 karaktered. Ha meg olyan karaktereid vannak, amik egy szerveren vannak, azokat úgyis ki fogják bannolni, mert nem lehet két karaktered egy szerveren. Tehát egyrészt az erőtárs dolog miatt sem, másrészt pedig a C-társak miatt sem, hogy felhúz vele egy egész C-het. Autoklikker meg hát annyival kevesebb gombája lesz kevesebb idő alatt, amúgy. De több esélye nem lesz emellett. De az SF-bot az abszolút egy patkányságról utal. Tehát, hogy miért csinálna bárki ilyet. Érted? Most lehet azt mondani, hogy az is gáz, hogy végtelen gombád van, meg a faszom tudja. Egyébként nincsen. De hogy így...
Könyörgöm, a játék elvezetét totálisan elveszi szerintem azt, hogyha te botolod a dolgokat. Tehát már mindent be lehet ott állítani, hogy hogy a varázsboltnál milyen dolgokat vegyen, a küldetésekre mire menjen, mit nyomjon, hogy szedje, mit adjon el, mit vegyen, meg stb. De miért jó így játszani, hogyha rá se nézel a játékra? Tehát annak aztán tényleg mi értelme van? Mert szerintem semmi. Mert szerintem abszolút semmi. Írtál DC? Dehogy írtál DC. Nekem mondjuk nem jelzi. Ha privátra gondolsz. Ez nem biztos, hogy meg lesz. De szerintem ez sem. Határeset. De lassan tölti be. Hát itt még spamelni is lehet az entert. Azt írta, hogy városőrben vagyok? Azt jól láttam. Városőrben vagyok, azt nem tudok közben nyomni. Wow. Ja, hogy még utazom? Hát merre? Hol? Hol utazok még? Aj, de Istenem. Á, nagyon szar, már megint kezd baszkodni a szeró. Szerintem itt jelzett most nekem a játék, hogy hagyjuk itt abba szerintem. Szerintem hagyjuk itt abba egyébként. És hát akkor én ezzel le is zárnám az egész speedszerút. Én nem fogom tovább játszani, abszolút. A cél még megmarad ugye szombat-vasárnap. Tehát, hogy nekem ennyiben marad egyébként a speedszerver. Nyilvánvalóan a továbbiakban az SF contentet ugye a mágusról és a háborgóval fogom csinálni. Ez a két karakterem maradt innentől. Az S20 meg a V50-et ugye már elmondtam az elején, ugye, hogy miért töröltem, miért gondoltam azt, hogy ez egy jó döntés, és még mindig azt gondolom, hogy ez egy jó döntés. És hogyha majd esetleg lesz majd legendás kazamot, vagy bármiféle event, akkor nálam is két karakterrel sokkal jobb lesz erre figyelni, sokkal jobban fogom élvezni a játékot, és legalább olyan karakterekkel csinálom, amiket élvezzek is, és nem csak végig kattintom az SF-et, hanem élvezni is szeretném a játékot, és nem szeretném, hogy annak hiányában ne élvezzem a játékot, hogy sok karakter van, és csak végig kattintgatom, mert a számomra nem volt egy hosszú távú élvezet igazából. De meséltem róla az elején, szóval bárkit érdekel, az majd a Watch-otónál vissza tudja tekinteni az elején, hogy erről beszéltem. Na, a kedvenc részem jön, amit nem gondoltam volna, hogy streambe fogok csinálni, azaz... Már hogyha a szerver is engedné... Hogy eladogatom az utcaimat. Ez lesz a szép zárás. Eladogatom az utcaimat. Levetkőzünk, chat. Levetkőzünk mindenhogy. Én egyébként élveztem volna, hogyha nem ekkora hibák lennének amúgy a szerveren. Tehát, hogyha ha tényleg nem lagolna, mint az állat, meg minden ilyesmi. Tehát akkor azt tényleg nagyon élveztem volna egyébként. De 8 másodperc, mire ledobálja a cuccokat, meg szerver errort ír. Nem tudnék felmenni top 1-re. Azért annyit nem tudok haladni. 50 szint különbség van köztem és a top 1 között. Amúgy. Igazából. Maradék gembámat nem költöm el. Ennek meg is van az oka. Az máshogy lesz majd felhasználva. Meg amúgy sem maradt sok, szóval nem számottevő. Vagy lehet, hogy hazudok? Ki tudja? De ja. Még sorsolok 2 darab gomba kódot, és utána egyébként vége, mert hát ugye 6-ig streamelek általában. Vetkőzzünk egyet, chat! Vetkőzzünk egyet, már ha a szerver is úgy szeretné, hogy levetkőzzek. Nagyon nem engedi a szerver, hogy hottabosat játsszak. Indulok a V52? Nem szeretnék. Viszont szeretném, hogy akár, ha lehetőség áll a playának, hogy anélkül, hogy én részt veszek a V52-n, kapjak kuponkódot, és ezáltal egyébként lehessen használni a kódomat. Mert általában azoknak adnak, akik részt vesznek egy adott szerveren, de én úgy gondolom, hogy szerintem mi vagyunk annyian, hogy azok is ki tudják használni a V52-es gombakódot, akik engem néznek, és nem kell ahhoz nekem is játszanom esetleg a V52-n. Szóval erre majd rá fogok kérdezni tőlük hétfőn. Hogy lesz-e erre lehetőség. Nem is tudom, mikor indul amúgy a V52, szerintem 4-én, vagy kövi héten. Szerintem 3-án fog indulni szerintem majd a V52. Aztán majd, ja. Sehogy nem legit egyébként, és még oda is írta a leírásánál egyébként, hogy... hogy ő az első 400-as karakter, bug felhasználás nélkül. Srácok,
29% portál bónusz a 28. napon. Szóval így. De, ki lett használva a bug? Ki lett használva? Csak nem mindegy, hogy kurva szarul rejted el, vagy az, hogy hazudsz a játékosoknak. Mert ráadásul ő volt a legelső, aki kihasználta a bugot, a leglátványosabban mellette. Csak kettő ember nem kapott egyébként egy hetes kitiltást igazából. Köszi szépen a szabot! Szóval, na végre ja. Hazaértem, Karthasderpre, Subidubi. Subidubi, kösz szépen Wolfram, az 5. hónapod, nagyon szépen köszönöm. A Prime szabodat egyúttal, köszönjük nekem ajándékoztat, és ütköztünk újra, használ szeretette az emótokat, nagyon szépen köszönöm. Szóval ja, én élveztem egyébként, attól függetlenül, bár mondom az utolsó napokban így annyira nem játszottam a speed serverrel, mert így igazából nem. Most nem sose csináltam még ilyet, ez nagyon jó érzés volt. Nagyon jó érzés volt egyébként elbaszni itt a dolgokat. Na most verjetek engem szarrá, köszike. Na, meg itt van az első CS csatánk egyébként. Ezt még lementettem poénból. Ezt még lementettem amúgy. Kiverte el végül. Szurume! Atya úristen, ő verte el az utolsót. Ez zseniális. Na jó van. Szóval, ja, én le is zártam itt a speedzerót, tök jó meg minden. A maradék időben kisorsolom ezt a 2 darab gombakódot, és ezzel le is zárom a heti SF-et, mert a holnapi nap nem fogok tudni SF-et streamelni, mert jönnek a srácok, és rakják össze a szervergépet. Zup az operációs rendszerért fog majd felelni, a teszt az összerakásért, én meg majd próbálok dolgokat biztosítani, hogy minden meglegyen igazából. Szóval, ja, be is zárom az SF-et egyúttal, és akkor a takarást is leveszem itt a képernyőről. Jó. Gyorsan ránézek itt a dolgokra, meg elindítom itt a dolgokat. Összerakó stream? Yes! Jön majd a teszt meg Zup, valószínűleg egy 11-kor ugyan, hogy majd fel fogom tudni lőni a streamet, mert ugye a Zup jön majd 10:30-ra, a teszt meg majd korábban, aztán lesz idő szerintem erre bőven. De ki van száradva az ajkam? Igyatok, ne száradjon ki az ajkatok. Vagy az ajakotok? Attól függ, hogy mi a helyes megnevezés. Na, a modoknak ugyanúgy van esélyük, és a keyword az az legyen, hogy nem tudom, mi legyen a keyword. Valami szép elköszönős. Köszi a streamet. Ez egy nehezebb, mert lehet, hogy nem mindenki tudja leírni a stream szót. Tehát, hogy köszi a streamet. Így egybe. Wow, úristen. Lehet, hogy nem mindenki fogja tudni helyesen leírni. Wow. És hát legalább valami. Úristen. Ennyire tetszett nektek a mai adás? Nem kellene amúgy. Annyira jó, ennyire jó volt a stream, hogy megköszönöm. Édes Isten, te kedvesek vagytok. Itt hízelektek nekem amúgy. Nem kaptok semmit, csak mondom. Nem amúgy, van még 2 gamba. Édes Isten, ennyire jó adás volt. Hát nem is gondoltam volna. Geci, hogy ilyen kedves nézőim vannak. De itt már látom, vélek felfedezni hibákat, mert van, aki külön írja, és külön nem fogja elfogadni. De figyelj, segítek, nézd, segítek. Ide kimásolom, és akkor azt fel tudja... Nem, legyen meg a kihívás, jó? Legyen meg a kihívás. Köszi a streamet, nagyképű. Ezzel nem tudsz részt venni a sorsoláson, sajnos. Nyilván ez egy picit nehezebb, picit rafkósabb, fogósabb, de az nem jelenti, hogy nem lehet egyébként ezt kihasználni. Egyelőre 80 ember írta le eddig ezt a csodát. Van kb. 3 percetek egyébként. És még egyszer mondom, tehát 2 darab 125 gombás kódot fogok közületek kisorsolni, aki egyébként beírta ezt a csoda szót, és a szavazásnál megnyeri. Bármelyik szerveren ki lehet használni, bármekkora szinten annyi a lényeg, hogy szilveszter évfélig lehet kihasználni, vagy új év, tehát elsője évfélig lehet használni, utána lejár a kódnak a használata. Nagyon jó volt a stream, team, köszi a streamet. Hát, köszi szépen. Én is köszi, hogy itt voltatok. Fene tudja hányan, de itt voltatok, az a lényeg. Ne menjetek sehova egyébként, mert Alex ugyanúgy streamel, és ő is SF-et, és nála is van sorsolás, de nem tudom, hogy ő már kisorsolta-e. Szóval nem tudom, hogy így... tehát őszintén szóval Alexet most nem azért akarom hoztani, hogy nektek legyen esélyetek gomba sorsolásra, hanem azért szeretném hoztani Alexet, mert SF van nála is, és szeretném hoztolni. Szóval nem tudom, hogy nála hogy van ez a szavazós dolog, de lehet, hogy csatornapontért oldja meg, de ne is azért menjetek, mert nem emiatt szeretném, hanem amiatt szeretném Alexet hoztani, mert ő is SF-ezik éppen. Szóval legalább így azok is betalálják Alexet, akik SF-eznek.
Alex most már így, ha jól tudom, legtöbbet most SF-ezik, szóval nála így most main tartanom a Shakespeare-t, szóval érdemes lesz majd hozzá is átmenni. Ő is ilyen végtelen gombás, undorító ember, mint én vagyok, csak mondom. Szóval, ja. Legyen már meg az a 100 ember. Még 8 ember hiány. 8 ember hiányzik a 100. Azt még megvárom, jó? 100 ember közül kisorsolom. Így egybe. Köszi a Streamet. Streamet. Nem nehéz szó. Nem nehéz szó. Bár egyébként nem, senki nem írta el szinte. Szar volt a stream. Ez is egy szép megfogalmazása egyébként. Ha nagykával írott, szerintem azt is elfogadja amúgy. Én szerintem azt is elfogadja. Szóval, ja. Valószínűleg. 1% esélye ez az? Technikailag nem, 50. Vagy kapsz, vagy nem. Igazából. Nem esélye, 100 ember, inkább 100 ember közül legyen kisorsolva, mint 300. Volt már, amikor 300 embernek sorsoltam. Nem 300 néző, hanem a szavazásban részt vett 300 ember. Szóval így, lehet, hogy ez kicsit nehezebb volt, mint ez. Nem azt mondom, hogy 125 gomba geci sok, mert azért annyira nem, de arra jó egyébként, hogy ingyen kapja az ember szerintem. Úristen, még egy ember hiányzik, ki lesz a századik? Ki lesz a századik? Hát technikailag 1%, de hát most mi? Na még egy embi, ki lesz az utcsó? Post champ? Lehet, hogy a századiknak fogom odaadni az első 125-öset, és nem is random? Á, nem, csak nem, csak viccelek. Semmi ilyesmi. Na, menjen a sorsolás. Várok még kicsit. Eleget vártam, szóval mehet a sorsolás. Részt vettem a szavazáson? Bennett, brother, igen, a többit nem nézem meg. Hát ha le tudtad írni rendesen, és úgy gondolod, hogy részt vettél, akkor részt vettél, szóval, ja. 3, 2, jó, 105, legyen már 5-tel osztható, léci. Legyen már 5-tel osztható. Részt vettél a szavazáson? Leszarom. De egyébként nem úgy. Igen, részt vettél. Én is? Jó van. Vagy 20-szal leírtam. Több esélyed nem lesz. 103 is hozható 5-tel? Nem, úgy legyen, hogy 5 legyen a vége. Szóval még egy ember. Legyen már egy ember, ne legyetek már a gecik. Végtelen gombákat kisorsolom nektek. Leírom még 120-szor, minthogyha az számítana. Na, meg lehet? 104 ember? Addig megnézem, hogy Tomi részt vette. Tomi részt vett? Helyes. Részt vettél, nyugi. Meg vagy anti-spam van? Tudom. Meg valószínűleg mások nem tudják. Jó van, most már meg lett a 105, mert a sorsolás, csá! A szemétláda, hát az első mod, aki nyert. Geci, azt nem hiszem el. Modoknak is van esélyük egyébként, mert ugyanúgy játszanak a játékkal, szóval, ja. Szavoknak meg modoknak nincsen több esélye, se követőknek amúgy. Kurva nagy bunda, hát ezt nem hiszem el, ember. Tudod, és így megy a köviról, és Atesz nyerni egyébként a következőt, figyeld meg. Nem, Freezy nyerte a másikat. Freezy nyerte a másikat. Freezy GG. Írjál valamit be a chatre, kérlek, hogyha írtál valamit, akkor tudom, hogy ez aktívnak minősül. Freezy itt van, GG mindenkinek. Ott is van, na, Freezy is itt van, nincsen harmadik, kapjátok be. Na, nem, egyébként csak 2 darab 125 gombásom volt itt maradékban. Van még 500 gombás kódom, viszont ezt nem így fogom kisorsolni, mert megmondom az őszintét, hogy ez kicsit túl sok ahhoz, hogy csak egy random sorsoláson részt legyen.